Épp az előző idény legjobb kapusának járó díjat veszi át Decki Vanda. Ezen kívül még elismerték Fog Zsuzsannát, aki a tavalyi bajnokság gólkirálya lett 28 találattal. Míg a legjobb vezetőedzőnek járó elismerést Revelan Zoltán kapta, így a csapat 3 díjat is bezsebelt. A Magyar Labdarúgó Szövetségtől Nagy Mátyás érkezett átadni az elismeréseket. Jó, megnézzük a dolgokat. A Magyar Labdarúgó Szövetséghez tartozó tevékenységek közül ugye van a férfi ügye, van a lányok bajnoksága, és van a futszál, ugye az előbbi a nagy pályákról beszéltünk, most a futszálról beszélünk. A futszál 8 csapatából az elmúlt 2 év során az Európa-bajnokság negyed döntőig jutottak el a lányok, és ha jól megnézzük, hogy a labdarúgó szövetséghez tartozó sportágokból kijutott el idáig, hát csak ők. Ez is azt példázza, hogy milyen minőséget képvisel a csapat. A közeljövőben pedig érkezik egy nagy nemzetközi torna, ahol lesznek majd résztvevők a gárdából. Ebben az évben ugye világbajnoki selejtezőket fognak játszani a lányok. Ugye innét a tolnából 4 olyan játékos van, aki a válogatottban lenne. Decki Vanda, Fog Zsuzsanna, Kis Gréta és Wisner Dalma kaptak meghívót a 2025-ben megrendezésre kerülő összecsapásra. A díjátadó után a klub vasárnap elbúcsúztatta Szalkai Kittit is, aki idén nyáron úgy döntött, befejezi aktív pályafutását. Ígérte, a sport mindig is életének része marad. Nagyon sok kellemes emlék fűződik ide, de egy idő után már nagyon nehéz összeegyeztetni a munkát, a magánéletet, a focit vagy a hobbit, és most éreztem úgy, hogy most már sok volt így ez a 3 együtt, úgyhogy a futszál lett most. Háttérbe szorítva. A nyitó bajnoki mérkőzésen 8-2-re legyőzte a klub az EGRI csapatot, így egy biztató eredménnyel indulnak neki a szezonnak.